Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és mindenkit üdvözlök a parapénteken. Bocsánatot kérek, hogy múltkor kimaradt. Igazából nincsen jobb szó rá. Amennyit tudtam, csak próbáltam pihenni, és kicsit felborult a munkarendem. Úgyhogy most, mivel már újra nyitottak a boltok, és nem lesz így is, most már marad, lekopogom. Remélem, hogy így marad, és a megszokott ütemben tudok videózni, amikor éppen szabadnapos vagyok, akkor igazából pihenni szoktam, és nektek videózni. Így a karantén alatt is dolgoztam, de így össze-vissza sok-sok órákat, aztán említettem más videóba, szóval ott nagyon felborult a munkarend. És ja. És ja, ennyi. Igazából. Úgyhogy folytatom nektek ezt a jó kis médiumot. Szerintem lassan most meg el fogunk jutni a végére. Nem tudom, hogy mondtam az előző médiumnak a végén, vagy nem, vagy más videóban. Most már így nem dereng, azt tudom, már meséltem róla, de lehet, hogy csak a Discord szerveren a srácoknak. Úgyhogy, ha valaki még nem csatlakozott, és szeretne mondjuk egy jó hangulatú Discord szerverre csatlakozni, vagy ott beszélgetni barátokkal, vagy megismerni a többi nézőt, vagy csak nincs ismerősöd, vagy nincs barátod, vagy éppen van, de még szereznél még többet, és vagy csak szívesen ismerkedsz, akkor nyugodtan gyere fel a Discord szerver, beszélgessetek, játszatok együtt, úgyhogy külön lulozni, vovozni, genshinezni, tök mindegy mit, ott lehet keresni társat, játszani, úgyhogy is, meg beszélgetni is, meg csak úgy csevegni. Na mindegy, a lényeg az, hogy ott, és a leírásban, ott majd lesz a link, tudtok csatlakozni, szóval Chapter 2. Szóval, ott már mondtam is, hogy, sőt, biztos, hogy a médiumból egy, illetve kettő rész van hátra, és finito. Én szerintem kettő rész van hátra, kétszer egy óra nagyjából az biztos van még benne, és akkor finito. De már készülök mással is, úgyhogy van egy horror, ami majd kipróbálásra kerül. Nem biztos, hogy végig fogom játszani, de nektek az első részt, amikor kipróbálom, akkor az mindenképp fel fog kerülni, és ha nekem tetszik, akkor még további részek is adhatóak benne belőle. Ha nem fog tetszeni, hát akkor keresünk más. Nem kell aggódni, biztos van még egy tonna horror, amivel tudok játszani, és nektek meg tudom mutatni. De legalább kapunk ízlítőt különböző féle horrorjátékokból, hogy amit nem muszáj, azt nem játszunk végig, mert felesleges. Jó! Úgyhogy vágjunk is bele. El is indítom. Nektek a... Hol van? Médiumot. Előveszem a... Őtet. Nem kapcsoltam be a fényeket, de semmi baj. Hát ez... Tipikus én. No problem. Igazából elég világos van, de lehet, hogy fel kéne kapcsolni a villanyt. Villanyt? A fényeket. Úgyhogy előfordulhat. Ez a tény. Igen. Na. Tehát. A főfény felkapcsolva, és a sárgács fény lekapcsolva. Oké. Ki az, és miért keres? Miért kerestek? Igazából már mögöttem van egy pár órás mai munka műszak. Úgyhogy... nem tudom, miért akarnak engem még mindig... Jó. Mindegy. Oké, tehát. Játék. Sorry, még nem igazán tudtam. Közben elment az egyik monitornak, és a képe, aztán visszaszerkesztettem, az egyik fény
az... jól van... Nyugat... Szóval az egyik fény az elment... eldőlt az egész... Úgyhogy fel kellett állítani, de miközben állítgattam, kihúzott az egyik monitor, akkor azt még vissza... Szóval is szenvedtem a 15 percet. Ej. Na. Szóval. Nem tudom, hogy hol tartottunk. Múltkor. De nem baj. Continue. 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 Így. Talán így jó lesz a hang is, sőt, csodálatosan fantasztikus, vagy... Ezt nem tud ilyen jobbra-balra mozgást csinálni? Nem mondod. Akkor velem kell egy másik állvány. Jó van. Jó van! Oké, úgyhogy tényleg nagyon... Ne haragudj, úristen, de hangos! Jesus! Szóval tényleg ne haragudjatok, hogy... Ja, igen! Szóval... Itt vagyunk a Spirit Thomas-szal. Hogy volt az előző rész? Várjatok... tehát a Spirit Thomas... Az... Na, csak húzza a hajamat a... izé. Áú. A Spirit Thomas-szal bementünk annak a csávónak a... Igen, annak a... Mi az? Annak a ügynöknek a fejébe. Mert feljutotta az árvaházat. Vagy nem árvaházat, feljutotta azt a házat, ahol a... Ennek a Thomas-nak a... Na. Mindegy. Ennek a Thomasnak a gyereke volt, ahol meg olyan különleges gyerekek voltak, mint maga a Thomas, tehát ilyen különleges képességekkel rendelkező személyek, emberek, gyerekek, stb. Ahol a főhősünk, a Marianne is ott égett meg, hiszen azt tudjuk, hogy az a abban a házban élt ő is, szóval is nyilván ugye mi a főhősünk, szóval ő nyilván azért is különleges, mert médium meg minden. Na mindegy. Úgyhogy ennyi. És most... All work and no play, are you, Henry? All right. Let's see what makes you tick. De milyen dolog, mindenki fejében van ilyen egy pöcegödör. Konkrétan. Tehát, hogy... Mit kell csinálni? Az X-et. No way across. Guess I'll just make my own. Oké. Fuck. Hogy ezeket a kontroller? Faszni, franzo, nem vagyok egyedül. Hát nem mondod. Majdnem bet. És miért ezek a... Nem már! Nem bírom ezt a stresszt! Most jöttem munkából, nem már! Ott elég stressz volt! És a kont... Ezt nem lehet kikapcsolni? Ki kell kapcsolni a rezgéket. Ez mi az Isten már... Megint... Óriási nagy volt! Te jó ég! Oké... Okay.
Tudja, hogy jön az a nagy genyó itt alul, hogy szakadna rá a mennyezet. Vagy le fogok esni, vagy nem tudom. Csak hogy kapjak szívinfarktust. Sőt, bajok lesznek itt. Úristen, hogy áll a hajam, jó. Jó napot kívánok! Meghoztam a... Csokkolom! The part of you I'm after. Az a belső én, annak a, akinek a fejbe vagyunk. Tehát ő az. Oké. Okay. Do you know why you're here? I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Punishable by death. Anything to say in your defense? I'm sorry, Henry. Uh-huh. Ugye az volt, hogy az előző részben azt mesélte, amit mondott volna, hogy megakadályozzuk ezt az egészet, de hát ez hogy? Gyűlölök! Miért?
8000 hús. Hús csonttal. Ez egy ilyen jegy. Vágóhíd? De miért? Ja. Megijedtem. Nem szabad meglássam neked az a fény, vagy... Az hogy? Fúgy! I know you're here. Henry faterja. You've been a very bad boy. Nem tud legugolni? Nem. There you are. Bad boy! És veszítünk az erőnkből, ha meglát a fény. Ahogy felvág egy disznót, konkrétan a kontroller olyan szinten... most be vagyok sokkolódva ennél a résznél. Utáltam mindig is gyerekként a disznóvágást. Szóval gyűlöltem, ma már még mindig csináltak disznóvágást. Büdös volt, tiszta vér volt minden. A belet mosták, na akkor aztán olyan szagok terjengtek, hogy érezted, hogy a lelked is kifordul, nem csak a gyomrod. Nem. Tehát basszuk a játékot. Nem szabad átenni a lábát a következő részre. És akkor át sussant. Sus. Yeah.
against, never with, always against, never with. Steady hand, even motions, against the grain, always against, never with. Steady hand, even motions, against the grain, always against, never with, always against, never with. Steady hand, even motions, against the grain, always against, never with, always against, never with. Always against, never with. Steady hand, even motions, against the grain, always against, never with, always against, never with. Steady hand, even motions, always against, never with, always against, never with, always against, never with. Steady hand, even motions, against the grain, always against, never with, always against, never with. Steady hand, hát ti láttok rajta olyan? Az az. Ez nem. És azt akart, hogy Harry is izé legyen ilyen hentes. Where are you, boy? Steady hand, even motions, against the grain. Always against, never with, always against. Steady hand, even motions, against the grain. Always against, never with, always against, never with. Steady hand, even motions. Ez a hely egyszerűen csodálatos. És egyszerűen, szóval, hogy visszatérve a témára, nem, ez a disznóvágás, ez az, ami kegyetlen. Megeszem a húst, tehát nem vagyok húsellenes, meg... Érted? Tehát... Csak... Tehát nem... Ez ugyanaz a szoba. That's good. See how easy it is when you do as you're told. Okay. So, így néz ki. Ő itt ő itt Harry. Jó képű. De is kell majd egy cunc. You want me to feel sorry for you, Henry? Let's see how that works out. Kell majd még egy ilyen... Zárva. Jó, akkor meg kell keresnünk a cuccost. Ott van. Vilk, is it?
Henry Vilk? What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick. See their potential. Agreed. On one condition. Huh? The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Welcome to the family. Ez az a főnöke. Mond a aki felvételiztetős. Egyénység. Aztán felvették egy-két ilyen érdekes kérdések, annál érdekesebb válaszok. Ezzel a döggel tudsz összetebb az élet. Be fog robbanni egyszer itt a izék elét, érted? Berobban az arcomba. Hát... Hát ott lesz itt olyan haddel, hadd testvérem, hogy... Fú, tuti, itt kapok majd szívinfarktust, de most komolyan. Ez nekem úgy néz ki, mintha Harry itt ez a bal fejében, mintha bele van a temetkez a melóba. Elég gáz. Na mindegy, hát... Dém! Leköltük. Fura ez a... perspektíva. You ever heard of... Neva. Mm-hmm. Igen, akkor ugye nyilván már egyetemig is tudtuk, hogy ugye kodadott ezek az emberek. Hi. What's this? Természet feletti erők. És ugye ő erről adott jelentést. Hogy vannak ilyen... Valóban jön. Anyád mekkora. Ó, itt elmentette a játék magát, itt lesz valami.
Nem szeretem ezt a játékot. Majdnem bebizsíltem. Csak szólok. Ha lesznek itt baleseteket, az azaz, hogy befugyozok. Alattunk fog elsétálni, mert hát... Természetes. Hát... olyan nyilvánvaló. Ez is elmentette a játék. Hallod? Itt nagyon nagy baj lesz. Fű, ezt én nem merem. Az ott a luk? Ott. Itt, velem szembe itt. Az a baj. Hogy ott befogja azon a dög. Szerintem. De ne legyen igazam. Na, akkor. Ne legyünk annyira betoljak. Mint amennyire látszik, hogy az vagyok. Ugye? Wow. Micsoda... Jézus Mária, Szent József! Ráesett ez a red vadék? Jó van. Fussál, tesó! Mert én meg nem mentem a segged. Na. Jaj. Menj át lassan, szépen. Okay. Jó nagy rumlit csináltunk itt a könyvtárba. Utána majd lehet szépen takarítani. Okay. Oh. Where are you, you four-legged fuck? Érdekes egyébként a csávónak a fejébe lenni, mert Can't get me up here, can you? Thank you.
Wow. Got you right where I wanted. Time to put you out of your misery. And stay the fuck down. Okay. Szóval ugye ez a Henry, ugye, mint mondtam, hogy közben így jöttünk, voltak ilyen papírok. Úgyhogy ez a végig az volt írva egyébként, hogy ezek az emberek, akiket ugye ez a magánnyomozós kutatott, ez a Henry, akinek a fejében vagyunk most így, kutatták ezeket a ugye, embereket, és ugye mit tudom én, teszteket hajtottak apa, anya, apa és én. Ja igen, hogy Harrynek is van egy gyereke. Okay. I'm going away tonight. Business trip, short notice. Couldn't be helped. Not sure if that's a good idea. I have work on my mind. I see. Then again, maybe I should. Do you think I should? Whatever you wish, dear. Most felesége mondja, hogy elbúcsúzott a gyerektől, ugye nem? Hisz, hogy jó ötlet. Simon, where are you, boy? Simon, merre vagy, fiú? Dad? Dad, fatír. Are you going away again? Daddy has to go to work. Daddy, igen, megy a dolgozni. Go fishing. You'd like that, wouldn't you? De most mondja, igazából elmegy dolgozni, tehát. I don't like it when you go. I know. But sometimes Daddy has to work. It's good for all of us. You understand? Don't worry, kid. This'll all be over soon. Igazából most az a vagyunk, hogy a Harrynek a fejében, a nyomozónak. Mert egybe rágtunk rá. És azt akarja látni, mert feljutott a házat. Ahol ennek a Thomasnak a családja feltelt, meg ilyen különleges gyerekek vannak. Igen, mit tudok ki leszűrni. És ki akarta hozni ugye Thomasból, amit mondtam múltkor, az igazi énjét. Itt a gyerek. És hát, és ugye ugyanaz zűrt akarunk neki okozni, mert volt egy ilyen papír, rá volt írva, hogy volt egy ilyen tesztanya, aki hozzá egy szintén egy ilyen különleges képességű ember, ilyen emberhez, és vegetatív állapotba került. That's right, kid. Just come to me. Hú, már szabad vagy, gyere! I'll set you free. No, it won't let us leave. Nem the monsters. Az, az szörnyek. Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. És ugye ő és Thomas is ezt akarja, hogy a... What did you say? Mi a fal? Mi a pokol vagy te? Guilty conscience, vulnerable child behind a monster. A kisrác maga a monster, a szörnyeteg. Tehát neki nem maradt semmi az énjéből, a gyerek énjéből se. Konkrétan csak a romlott belseje. Kész. Gondolom. Akad. Eyja! Tír! Vagyok a másik videókártyát! Tír! Az a Thomas. Daddy?
Lily? Marianne? Marianne? Jó, azt tudtuk, hogy ebben a házban volt Marianne. Ebbe a tűzbe égett meg. Ezt már levágtam. De... Na most akkor a Tomás, az jó, ezt már sejtettem, hogy akkor a Tomás az a Lily, a Marianne, és akkor a Lily apja is. És... Most nem tudta elpusztítani a szörnyet. Na megette őt, megette a... másik kényét, vagy nem tudom. Azért hívta őt ide, hogy faszra tudja. Nem tudom! It's him. It was always him. Ne, csináld! Thomas. Thomas. He's gone. Most elment. You're too late, girl. Túl sikerülsen érkeztél. It's you. You tried to kill us. Ezt ő próbált megölni a szóval. De próbált. What did you do to her? Ja igen, hogy mi történt Lilianne, mert Lilianne mindig nem tudjuk, hogy mi történt, tehát, hogy... Nem tudtuk azt, hogy ki ölte meg, ki kibántotta Lilianne. Ezek szerint nem a Thomasnak a Alexander, vagy hogy hívták a csávót, akit leüt, akit meg is ölt Thomas. Nem ő tette vele, tehát nem ő bántotta. Mi mindig nem tudjuk, hogy ki bántotta magát Lilianne. Ki ölte meg őt? Senki, nem tudjuk. Mi történt vele? Nem tudjuk. He wanted to save us. To save her. Maybe. The Hound az nem bántja Marianne-t. That's exactly vagy... Nem tudom. Most nem úgy tűnik, hogy ott tökült elbeszélgetnek, szóval... Megtámadja, hogy nem tudom. Okay. Then it's about time to clean it up. Once and for all. Dilo, nem tudja bántani! Átküldött! Thomas Rakovich. Thomas Rakovich, az apám. My father. És Lily akkor a testvére. Ez... He the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? Meg kell tudni, hogy mi történt a tűz után. To me. És vele. Mert nem tudja. És átküldte Henryt, ami megmaradt belőle, mármint a lelke,
Igazából az maga a szörnyeteg maradt a lelkéből, tehát semmi más. Azt átkutott új világ, mert ennek ez a egyik nagy erőssége, képessége az, hogy át tudja küldeni a túlvilágra a lelkeket, természetesen megtisztítja őket, ezt szavasz mehettek. Most nem tisztítja meg őket, ezt hülyeséget mondtam most, csak érted, elsegít őket, át kell, amit mondtam, most jó vagy, úgymond föl vagy, lekerül, az már ki miben hisz, de érted, az csak van. És kérdés, kivel beszélget? Tehát, hogy ki... Az a személy, akivel ugye ő beszélget. Egy pillanatot kérek, mert ő... Nem kapcsoltam le a torrentet. Ha-ha! Persze, hogy vannak itt bajok. Houston. Mert én okos gyerek vagyok. A Discordra se léptem le. Persze, ez egyértelmű. Na. Tehát. Úgyhogy izgalmas dolgok vannak itt. Okay, Marianne. Focus. This was your home once. There's gotta be something here. All right. Let's see what's on the flip side of this place. Me. Fundandri. Nem. Egyszerűbb egérrel. Igen. Egyszerűbb volt egérrel, szóri, át kellett váltani. Most így. An ornate butterfly. Why do I feel that's not all you are? Végül sejtettem, amely Liliannek is a... A Lilian a Sadness. Neki is a ruhácskáján. Volt egy strange, it's like feelings etched into the wall. Volt egy piangó. Ennyi? Jó van. Photo. It's sad to see it like this. Left behind. Forgotten. The dollhouse. It's open. Another photo. Somehow it feels wrong to just leave them. Érdekes, mennyire megmaradtak ezek a képek. Tehát és ott már terhes volt az anyja Liliannel. Lennie kell ott lent valaminek. Az ajtón csak át kéne menni. Az nem is ajtó, baszkit, ez tükör. Ah! All burnt up, but I can still make out some of it. Looks like a replica of the actual house. Looks like I could put some strange. Devia vagyok. Thank you.
I feel like I should find somewhere to put it. This doesn't feel right. Maybe I should try a different order. Jó, várjál már! Itt kell úgy rakni, hogy jó legyen. Mert a kandallóból nagyon nagy hideg jön. Csak azt nem igyeztem meg. Ilyen hosszúkás, meg kerek, meg... Aj, most... Meg itt is mit kell csinálni, nem értem. Lát csak. Megnézzük. I knew it. The dollhouse, the mirrors, it's all connected. This room feels like I shouldn't be here. Wait. I don't think this belongs here. Hát jó. Szóval a babaháznak van a tükröket, ugye azért pakolgatjuk, mert akkor... Akkor nézzétek, hogy... viszem le. Ezt így... Nem... Nem látok egy érre. Amikor ott is beakad. Nagyon fura nekem. Nagyon-nagyon nagy szülés volt, hallod? What is this? A tea party with the devil? Valamivel, annak is lennie kell. Másik szóval átmegyünk. Jó. Átmegyünk oda. This room, it feels... very familiar. Locked. Four slots. I guess that means four butterflies. Egy megvan. Kell még négy. Nagyon izgalmas. Komolyan mondom. Na. Na. Ez az.
Van már még egy. Jó. This one looks tough. Don't think I can cut through. I don't need her! She took my mom away from me! I hate her! I wish she was dead! Lily, I... No, it was not my fault! What the hell's happening to me? And another one. Kell még egy. Berakjuk. Kell még egy nyaromorult lepke. Azt a gyereket, bassz meg. Hiába, testvérem, hallod? Hát mi van veled? Akkor még itt volt egy. Jaj, megvan! Ide kell a házassági kép, a két karika, mondom gyűrű. Ide kell az, amit hogy a terhes lenne. És mint a két személy lenne egybe. Meg az. Meg ez a család. Eljegyzés, terhes, család. Hát, kipróbáljuk. Ez vagy összejön, vagy nem. Okay. Jaj, hess. Kell. Wedding fotó. Ide kell. I think that's it. The Rekovich family history. Akkor visszamegyünk oda. Hát, kapunk egy piangót. Anélkül, most mit csinálsz? This looks eerily familiar. Mi? Azt nem pillangót nem kapok. De várjál! Volt ott egy izé. Egy ja nem. Csak szorjatékos volt, azt nem vettem ki. Jó, semmi baj. Jó ideje, visszajöttem véletlen. Ez tiszta fogyaték vagyok. Már...
már prof vagyok játékba. Nem, nem mondanám. Jó. Save yourself. Let me help you. What about her? Leave her. Let her burn. Oh God. Another mask. Were those the friends Satinus talked about? Megint mi a problémájuk? Egy pillanatot kérek, mert nem tudnak nélkülem élni! Telefon. Na bocsánat, bocsánat! Itt vagyok, tehát! Hol adottam? Na ott még felidősítettek volna. Hol adottam? Á, igen, a három bábonak kéne maszk, kettő van. Jelenleg. Vagy mi az össz. És akkor... És nem tudom, hol vagyok. Ja, be akartam menni? Vagy nem? Vagy mi? Nem tudom. Ja igen, szóval Lilith megszólította ez a ma vezető hulladék. Mindig engem követ. Hogy... is like an emotional graveyard. Szóval, hogy amikor égett a ház, hogy engem hagyjon elégni. Nem ilyesmi. És és melyik? I know. I understand. I can feel your pain. What the hell? We can show them. We can make them understand. Make them feel what it's like. But I can't leave her here. She'll die. Girl. Remember, mommy. It's all her fault. No, no, no! She's my sister! Then set me free. And I will save you both. Ah! Shit! Oh! Oh! Oi! Ah! Nem számítottam. Nem számítottam! Erbély, várjál már! Diló! Hát de nyomtam az Erbélyt! Hát de nyomtam, ott nyomkodtam! Eskü. Láttam. Nyomtam, azt nem csinált sem. Most szopac! Ó, hogy nyajalak meg. Bekapatod. Jó, betöltött, láttátok? Ja, láttam. Hát... Nincs izé, hát hiába nyom az RB-t. Hát ott nincs energiája, semmi.
lesz. Hogy nyomjam az RB-t? Meséld már el. Jó, igen. Jaj. Na, magyarázzál. No. Na. God damn it. That thing. It came from her. Bought its way out with our lives. Lily. She. I need to find her. Oh. Huh. The basement looks almost intact. Maybe I'll find some clues down here. Kitty Pooh. Tell me about the fire, Lily. You were locked in, alone? No. We were not alone. No? Who else was there? The voice. I didn't invite it, but it came anyway. Oh, Lily. Daddy, where is Marianne? She needs to stay at the hospital a while longer. Will she be all right? I want to see her. She's asleep, honey. The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Szóval, ugye túléltek a tüzet, mit tudom én. És ugye a főhősök, hogyha most csak a Marianne, ugye kómába volt az égési sérülése miatt. Lily, listen. You have to come with me now. Daddy? Where are you taking me? I'm sorry, baby. I'm so sorry. Thomas. What the hell did you do to her? Mi van? Tomás mondta, hogy nem jöhet most vele. És így ott egy injekció volt. Tehát... meg... mire injekciózta? Vagy... mi van? Honnan jöttünk? Most csak körbenézek. Honnan jöttünk? Aha. Barely legible, but I can still make out some of it. A lot of love was put into this, but there's sadness too. Okay. Most megyünk át a lukon. Jesus, this thing is serious. Looks like it's military. Solid steel. Combination lock. Most... honnan tudjam, mi a kód? Most komolyan. Jó, ez nem így. Valahogy csak rájövök. Jézusom, kezdek fogyatékos lenni. Jó van.
Na, visszafele már nem lehet menni. Oké. Az én születésnapom? Nem. Anyád. De... az volt a papíron! 27... Kettő. Ma van a születésnapja. Az se volt jó. Ez jó lesz. Ha valami még lennie kell. Nincs itt semmi. Ajaj. Houston. Itt lesz valami. De 1976. Valami olyasmi szám lesz, ami így meghatározó. Ezer... 970... Jaj, Isten, vagy mi ez elsám lesz! Egyszer legalábbis biztos. Keresni kell egy... Nem tudom. Azon a papíron 27.02 volt, vagy 02.27 volt.
És ezen volt csak szám. Ez mi? Szóval is lehet forgatni. Ez egy számla. Hát... 1976-ról. Boldog évforduló, 10 év. For a pound. A számla 10 éves volt. 1976-ban vette. De 10 éves fordulóra. Tehát 1966-ban volt az esemény. Basznak ez, ez. De ezt nem láttatok meg, ki lesz, ez úgyis ki lesz vágva. Itt. Ajnároztam. Fúst, tesó! Menj már, tesó! Thing. Majdnem beszartam. Már megint. Te jó Isten. Szóval arról volt szó, hogy Thomas itt azt volt, az volt még egy másik papíron, hogy hogy ki akarja szedni Lily-ből Mavt, meg Mav, az úgymond megszállt a Lily, tehát akart tőle valamit. És aha. És volt róla szó, hogy lent tartotta valami. What is this place? Some sort of a fallout shelter? Lent tartotta bezárva. Valahogy ez ilyen, mint egy állatot állítólag. Na. Ezen volna az életem, már rég meghaltam volna. Ezer sorry.
Ez egy nagyon durva létesítmény. Tehát ez van a családi ház alatt. There. That looks like a way out. But it's half underwater. Ja, ez a kijárat. A víz alatt. Na, nagyon jó. Oké. Okay. Ez fasza. Ah, the lower levels are flooded. Jó, le kell vinni a vizet. Not much of a diver. Jó. No problem. Úgy leviszem én a vizet. Maybe I could pump out the water from here. Micsoda? És ha még műszerésznek is el kellett menjek? Ugh, out of juice. Because, of course it is. Hát engedjük meg a csapokat, szelepet. Ha látom, ki kell egyenlíteni. Igen, hát ezt nem vagyok sutyó, hát vágom. Akkor miért nem működik ez a gomb? Ott tele van. Ezt le kell ott folyatni. Jó van. Ó. Hű, de hosszú. Na, majd elolvassuk. Ó, itt is van ilyen vízszivattyús izé. Oké. Okay. Oké, okay, hát menjünk, hát itt megnyílt az út. Oh. Ja! Most mentünk egy kört. Ez nagyon csodálatos. Oké, let's get a lay of the land. Te jó Isten, mi ez a hely? De most tényleg, na most akkor várjál, akkor a Thomas ki akart szedni ezek szerint a Lilyből ugye Malt, nagyon megszállta, gondolom, ez csak az én feltevéseim. De az biztos, hogy ki akart szedni. És lent tartotta Lilyt, itt lent, tehát itt élt lent Lily. És ma az nagyon-nagyon veszélyes, mint kiderült, ugye, mert mi is rájöttünk. Ez valahogy itt... Nem arra kéne fókuszálni. Valahogy majd itt, na mindegy, és... azért adott itt lent, nehogy kiszabaduljon esek meg ma. De hát ugye kiszabadult, tehát bitch please. Szopás. Szóval... csak nézzük, hogy van itt erre valami. Nem is mentem, nem is lehet elmenni, oké. Okay. Akkor lemegyek. Víz, nem lehet lemenni. Jó van. És akkor... De így se. Hát dehogy nem. Ó, tesó. Ne fussál már. Átmenni. Oda ott az a... az a fos. Ez kéne nekem. Alattam van. Már. Akkor megpróbálunk a másik helyen elmenni, mert az a, úgymond a túlvilágon, azon a purgatóriumon nincs víz. Ott is van egy lépcső. Ez mi a tevenyereg? Nem lépcső? Nem. Ah. Az fasza. Aha! Ah, nem packázó ki. Packáz a nénikéddel. Ah, testvérem! Ott van.
Oké. Öttünk egy kis nedűért. És akkor... És akkor vissza kell menni. Menni. Feltöltöttem energiával. És leküldöm a testem. Ne packázzon itt senki, mert baj lesz. De ne! Ha benyomom a gombot! Nem jól nyomtam a gombot. Hát de... Ja, RB-t kellett volna. Bocsi! RT-t nyomtam. Béna szar vagyok! Igen. De remélem nem a mavas üldözésből jövök be. Ó, mert akkor nagy baj lesz. Nem. Bezártuk ide. Ja, jó. Jaj, most előről kezdtem ezeket az a videókákat. Jó van. Akkor, ha már úgyis így jártam, felfedeztük a dolgokat. Innen fogom folytatni nektek a következő részt. És akkor találkozunk, szerintem most már az utolsó résszel, azt be fogom most már fejezni ezt a játékot. Nagyon izgalmas. Úgyhogy ezt be fogom fejezni mindenféleképpen, úgyhogy igazából én remélem, hogy tetszett nektek. És elégedettek voltatok ezzel a részeit, és sok-sok izgalmas dolog történt, és sok-sok mindent megtudtunk. Úgyhogy igazából én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek, és egy utolsó résszel még várlak titeket, és akkor találkozunk legközelebb is. Addig is jók legyetek, és aki esetleg még most tévedett volna ide a csatornára, és tetszett neki ez a rész, és még hasonló részeket, ugye, vagy más ugye, videót látna tőlem, és még nincs feliratkozva, akkor ha megtisztel, akkor én megköszönöm, ha feliratkozna a csatornára. Illetve aki már fel van iratkozva, de még nincsen megnyomva a kis csengőgomb, és szeretne ugye értesítést arról kapni, vagy aki úgy gondolja, szeretne értesítést kapni arról, hogy bármilyen videót feltöltöttem, akkor mindenféleképpen meg kell nyomni a kis csengőgombot, hiszen csak akkor küld nektek a YouTube értesítést. Illetve mint a videóján is mondtam, hogy van egy kis nagyon kis szórakoztató Discord szerverünk, és ott várok minden csevegni vágyót, illetve ha valaki ott úgy akar barátkozni, vagy ismerkedni, vagy csak úgy játszani másokkal, akkor ott nyugodtan tud magának keresni esetleg bármilyen típusú játékra gamer társat. Úgyhogy igazából nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogy itt voltatok. Minden nagyon szépen köszönök. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!